Egyszer Mátyás király vadászatról tartott hazafelé az urakkal, egy nádas mellett haladtak el, s a király látta, hogy nagyon lankadtak a nádak. Szomjazták az esőt. Meg is jegyezte. Hely! Eső kellene már a nádnak is, ahogy elnézem. Megmosolyogták az urak Mátyást. Felséges királyunk, ugyan miért kellene eső a nádra, mikor mind vízben áll? Mátyás csak hallgatott, de magában forralt valamit. Estére meghívta az urakat vacsorára, de mindegyikük lábáról lehúzatta a sarut. S a lábukat vizes dézsába lógatta, úgy ültek az asztal mellé. Volt aztán minden az asztalon, ami szemszájnak ingere, csak éppen ital nem volt, egy csepp sem. Megszomjaztak erősen az urak, de nem mertek szólni. Egyikük aztán nagy sokára megjegyezte. Felséges királyom, köszönettel vettük a vacsorát, a finom ennivalókat, de itt arról nem gondoskodtál, pedig majd kiszárad a torkunk. Azt mondja Mátyás huncutól. Ejnye, ejnye, mindegyik őtök lába vízben áll, ti pedig szomjúságról beszéltek? Értették az urak és elszégyelték magukat. Többet nem mosolyogták meg a királyt, bármilyen furcsát mondott.